Egy ifjúsági cserén vagyunk az egyesületünk szervezésében. A neve Do It Yourself Again. Honnan jön ez a mozaik szó, a Do It Yourself? Ez azt jelenti, hogy csináld magad, vagy barkácsolj, az angol szóval jön, és hogy miért again, ami újra. Ugye ennek már volt egy előzménye, az első projektünk, amiben egy diszelve utcanévtáblákat készítettünk el a önkéntes fiatalokkal. Mi is egy ifjúsági csere. Ez a Fiatalok Lendületben Európai Uniós Programnak egy alprogramja. Sok alprogramja van, köztük az Európai Önkéntes Szolgálat, köztünk az Egyesület tagjai közül már többen voltak önkéntesek. Volt egy Olaszországban, én pedig Szenegálban jártam, és egy nagyon fontos alprogramja az ifjúsági cserék. Ebben a kategóriában nyert egyesületünk egy pályázatot, és ennek a megvalósítása zajlik most 12 napban. 6 országban vannak itt résztvevők, 34 fiatal összesen, a 6 ország Észtország, Franciaország, Olaszország, Törökország, Bulgária, illetve a magyar csapat. A korosztály is elég széles, 17 éves kortól 25 éves korig, illetve vagyunk páran, akik 25 fölöttiek, ifjúsági segítőként veszünk részt a projektben, illetve hogy milyen végzettségek, a korosztályból adódóan vannak még középiskolások, egyetemisták, illetve már dolgozó fiatalok, illetve munkanélküliek is. Szigorú munkabeosztással dolgoznak? Igen, a programunk elég konkrét, és mondhatnám, hogy feszített. Minden másnap van teljes napos, egész napos munka, ahol a fiatalok különböző workshopokban vesznek részt. Van egy bútorkészítő, egy dekorációs, illetve egyéb kiegészítős csoportunk, ahol lámpabúrákat, szőnyegeket, ilyesmiket csinálnak. Illetve van egy, aki magán az ifjúsági házon, mert hogy a projektünk lényege az az, hogy a leendő helyi ifjúsági háznak a belső dizájnját alakítsák ki a fiatalok, úgyhogy egy csoport dolgozik a helyszínen is. A maradék időben szabadidős tevékenységet végeznek a fiatalok, ellátogattak Tapolcára, volt egy félnapos kirándulásunk Nagybázsonyban az ottani ifjúsági szervezethez, a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesülethez, illetve Tihanyba jártak tegnapi nap. És a többi szabadidőt, hát ezt ők osszák be, hogy mit csinálunk. Megtanultunk táncokat, 4 országtáncet tanultunk meg eddig, illetve egy közös produkcióval is készülünk, majd szombatra lesz egy záró rendezvényünk, és ezt ott fogjuk együtt előadni. Mennyire kreatívak a fiatalok, a fantáziának mennyire van szerepe itt akár a bútorkészítésben, vagy egyéb kiegészítők készítésében? Hát szerintem nagyon nagy szerepe van a kreativitásnak. Egyik célunk is volt a projekt során, hogy a fiataloknak legyen lehetősége a kreativitásukat kielni. Úgyhogy mi nem is készítettünk elő semmit nekik, hogy mit kell csinálniuk. Az első napon ők ötleteltek közösen, kis csoportokban először, majd ezt összedobtuk, hogy mit látnak fontosnak, hogy milyen bútorok, milyen kiegészítők készüljenek el a leendő ifjúsági klubhoz. És ezt saját munkájukat is ők tervezték meg, és mi támogattuk. Ha valamire szükségük volt, akkor azt beszereztük, illetve támogattuk őket, hogy be tudják szerezni. Mert hiszen ez lenne az egyik ilyen fontos pontja az ilyen projekteknek, hogy önállóságot, csapatmunkát ösztönözze a résztvevőket. A bútorkészítés, ez honnan az alapanyag? Hát ezt a helyiektől kaptuk főleg. Fiatalok körbejárták a falut, bekopogtak az ajtón, volt náluk egy kis papír, amin le volt írva a projektünk lényeg, és kérték a helyieket, hogy támogassák a munkánkat azzal, hogyha van olyan bútorjuk, amit nem használnak, vagy bármilyen alapanyag, újságpapír, kidobott rossz póló, bármi maradék festék, akkor azzal támogatták a helyiek a fiatalokat. És hogy viszonyulnak a helyiek a fiatalokhoz? Hát én is voltam velük egy ilyen túrán, ahol bementek, nem beszéltem magyarul, megpróbáltam csak külső szemlélőként nézni, nagyon pozitív volt. Mindenképpen invitált őket egy teára, egy pohár italra, süteményre, vagy csak beszélgetni egy kicsit. Volt egy olyan játékuk is, hogy el kellett cserélgetni dolgokat a helyiekkel. Elindultak egy tojással, bekopogtak az első házhoz, el kellett cserélniük azt a tojást. Majd a következőnél, amit ott kaptak, azt cserélték el. Ezzel is azt célozzuk, hogy a helyiek helyeket jobban tájékoztassuk arra, hogy itt mi zajlik, illetve bevonjuk őket a munkánkba. Lássák, hogy mit csinálunk. A volt tűzoltószertárból művelődési ház lesz. Nem kimondottan művelődési ház, egy ifjúsági házat szeretnénk ott csinálni, működtetni, üzemeltetni a jövőben. Célunk az, hogy a helyi diszelés tapolcai fiatalok természetesen egy olyan helyet kapjanak, ahol a saját ötleteiket meg tudják valósítani. Ez akár lehet egy teljesen alulról jövő kezdeményezés, vagy egy
kimondottan csak egy program, vagy egy hosszabb távú dolog is. Ezen kívül szeretnénk, hogyha egy olyan információs tér lenne az a hely, ahol a fiataloknak elérhetőek azok a lehetőségek, legalábbis az információ lehetőségekről, amik vannak, csak szerintem kevés a tájékoztatás róluk. Ennek az ifjúsági háznak a létrejöttében kaptak támogatást a várostól? Igen, természetesen magát az épületet az önkormányzattól kaptuk, és ezt nagyon szeretnénk megköszönni nekik itt is, mert enélkül nem tudtuk volna se ezt a projektet elkezdeni, sem a hosszú távú terveinket, egyáltalán nem is tudnánk működni a jövőben olyan szinten, ahogy mi ezt elképzeljük a jövőben. Kis csoportos foglalkozásokat mutassa be nekünk. Most itt benn vagyunk az épületben, a nagy teremben. Egy média csoport készíti elő a záró rendezvényünknek a média anyagát. Kis videóval készülnek, fényképeket válogatnak, illetve a meghívókat ők készítették el tegnapi nap folyamán, amit ma ki is fognak osztani a faluban. Zajlik még itt bútorak áthúzása, két kanapé készül, illetve egy szőnyeget készítenek régi rossz pólókból, a régi subázás technikája van, hogyha ez még úgy vannak, akiknek ez jelent valamit, illetve kint a külső téren, majd látni fogják szerintem a nézők is, ott pedig nagyobb bútorok készülnek, szekrények, polcok, hinta, illetve még egy-két ilyen apróság mellé postaláda. Teljesen a fiatalok ötletei alapján. Mikor a várható, hogy elkészül az ifjúsági ház? Hát ez csak jövőre lesz készen. Valószínűleg késő tavasszal, illetve kora nyáron lesz teljesen olyan állapotban, hogy ezt használni tudjuk. Szeretnénk már korábban az idei évben a tető felépítésével már használatba venni, de teljesen majd csak jövőre. Illetve a bútorok is akkor fognak bekerülni magába a házba. Ahogy Nikit hallgatom és nézem, eszembe jutott egy közhely, de nagyon igaz, hogy égni kell annak, aki gyújtani akar. Hát ezt a lelkesedést, ezt a tüzet nem csak a mondataiba, de tekintetéből is látom. Miből táplálkozik? Hát főleg belőlük, a fiatalokból, a résztvevőkből. Látva az ő motivációjukat nyerek én is motivációt szerintem, bár ezen még így nem gondolkodtam el, hogy ez honnan jön. Mindig is fiatalokkal foglalkozott, vagy foglalkozik, vagy a szabadidős tevékenységét tölti? Hát én felesben van egy munkahelyem, 8 órában dolgozok Budapesten egy cégnél, úgyhogy ez nekem teljesen a szabadidőm, amennyit tudok, egy hobbi, mondjuk így. És a visszajelzések a fiataloktól, kapcsolatok, barátságok országhatárokon átnyúlnak? Teljesen, mi azért most már az ifjúsági egyesülettel, illetve a tagjainkkal 8-10 olyan projekten vettünk részt, ami különböző országokba zajlott, velük a kapcsolatot most is tartjuk. Most is van itt olyan egy észtlány, akivel együtt voltam önkéntes Szenegában, egy olasz fiú, akiknél korábban az ő szervezőtüknél jártunk ifjúsági cserén, illetve vannak itt olyanok, akiknek a csapatjukból már jártak itt korábban nálunk egy másik projekten fiatalok, úgyhogy amikor körbenéznek ők a fényképeken, akkor megismerik a saját barátaikat Bulgáriából, Franciaországból. Úgyhogy teljesen határon átívelőek ezek a barátságok. Most valaki ezt az interjút látva hallva kedvet kapna arra, hogy csatlakozzon, és a tied az övé is legyen. Teheti? Természetesen, mindenki felé nyitottak vagyunk. Nagyon örülnénk, hogyha több fiatal csatlakozna a munkánkhoz. Fontosnak tartjuk azt, hogy bevonjuk a helyi fiatalokat Tapolcáról is, Tiszából is, mindenhonnan. Bárki, aki érdeklődik, bármelyik tevékenység iránt, vagy van olyan ötlete, amit szeretne megvalósítani, de eddig nem talált még rá lehetőséget, nyugodtan keressen bennünket. Hol? Hát vagy itt Diszelbe körben kérdezősködik, vagy pedig van egy honlapunk, ez a www.diszelifjuság.hu, és ott megtalálhatóak az elérhetőségeink. Kérem, mutatkozzon be, honnan érkezett, és hogy érzi itt magát? Hello, I'm Peter from Bulgaria.
Péternek hívnak, Bulgáriából érkeztem, és 10 napja vagyunk itt Tiszában, Magyarországon, és nagyon jól érezzük magunkat a projektben eddig. Milyen munkálatokban vesz részt? Now I'm in media group. A holnapi záró rendezvényre készülünk, a média csoport tagja vagyok, és nagyon sok szeretettel várjuk Önöket is a holnapi programunkra délután 4 órától. Barátságok köttettek? Yes, of course. Everyone here become a friend with each other. So, természetesen itt mindannyian barátok vagyunk, és úgy tekintünk egymásra, mint barátokra, és a jövőben szeretnénk meglátogatni egymást más országokban is, nem csak itt Magyarországon. Viszontlátásra! Goodbye to you. Bye-bye.